Feri meg észre se veszi, mert ő meg már játszik megint. Most veszi? Nem játszok most. Tudja, hogy veszi? Akkor jó. Ki akartalak provokálni? Nem tudom, most úgy néz ki, hogy veszi, amit beszélsz. Megy a bitkolbász, neked is, Gyuri. Ezt lehetett hallani? Ezt igen. Benne van, persze. Akkor a kultúrát már kipipáltuk. Ki? Azt a biztosítékot, hogy szokta? Ej, István, ez 18-as alatti. What the stone chicken mother? Are you living into the room? Most nézem csak, hogy Istvánnak milyen kis ninja coffe van. Hát tudjátok, hogy miért nem találják Palit az erdőbe? Mert pálmafa. Nem akartam lelőni, hogy mi van? Élvezkedjetek ti is. Én nem hallottam még, de jó. De jó. Nem? Ezt nem értettem. Hát a pálmafának hívják azt, amikor így csuriba kötöd a lányodnak a haját. Tudod, mint ahogy most nekem van. Azt úgy hívják? Azt, hát pálmafának. Hát már úgy néz ki, tudod. Ha, van ilyen ízés. Azt hittem csak csuri. De hát azt nem értik a borsodon kívül, szerintem. Nem tudom, hogy mit értenek borsodon kívül, és mit nem. Nincs hátra zselézve a hajam, hanem össze van fogva a fejem tetején. Mert még nem elég hosszú, és még a fejem tetején kell szamurájusba összefogni. De a szakállam nagyobb, hosszabb. Ja, egyébként meg a múltkor beszéltünk egy filmről, és kijavítottál, hogy az Encanto, és nem Encanto, hanem Encanto. Úgyhogy ott nekem volt igazam. Egyébként meg Enhanced, úgyhogy egyikőtöknek se volt igaza. Nem Enhanced, hanem Encanto. Nem? És nem elvarázsoltat jelent, meg elbűvöltet jelent. Nem? Bizony. De akkor megnézted a Disney Plus-on? Megnéztem. Ügyes. Megnéztem a címét. Nem néztem meg a filmet. Én meg elmentem megnézni az Uncharted-et, és az már tényleg az, és megint tök üres volt a nézőtér, amikor bementem, úgyhogy megint ilyen privát vetítés volt. Annyi probléma történt, hogy bejött egy ilyen család hátra, és elkezdtek zajongani, de aztán akkor már ment a film, akkor már hagytak békén engem is. Hát ez remek. Nem teljesen privát vetítés. Miért úgy vetted fel a kártya, hogy Uncharted? Direkt? Aha. Trollkodol, állandóan trollkodik. Hívtelen. Na jó van, köszönjél be szerintem. Szeretettel köszöntjük nagyon kedves hallgatóinkat a Hídnyugatra Podcast 83. epizódjában. Ezen a felvételen itt van a pályavégi főbos Gyuri. Hello, sziasztok! A kormány közeli kapcsolatunk, a vezetőbeosztású Feri. Sziasztok! A világhálók szövője, a digitális pókember Laca. Üdvözlünk mindenkit, sziasztok! És én, a Vágó István. A felvétel napján 2022. március 19-e szombat van. Bombariadó volt egy Moszkvába tartó gépen, riasztották a magyar grippeneket. 200 éves elveszettnek hit remekmű került elő egy angol pár kertjéből. A Windows még nem támogatja, de az Xbox Gaming már elérhető a Steam Deckre. Az Xbox Gaming-et nem támogatja a Windows? Hogy mi? Nem. Ezt én sem értem. Tehát, hogy Windows értem, nem Xbox... támogatja, de Xbox Gaming van. Igen, tehát van rajta, le lehet tölteni rá az Edge böngészőt, és az Edge böngészőből már a Windows Gaming elérhető. Vagy az Xbox Gaming elérhető. Aha. De hát az Xbox Gaming az elérhető Windowson is. Aha. De nincs rajta még Windows. Jaj, a Windows-t nem támogatja. Így van. Ja. Én azt értettem, hogy az Xbox Gaming nem támogatja a Windows-t. A Windows... What? Mert még ez az AMD-nek ez a Zen 2 processzora, ami benne van, az még nem támogatott, meg a videókártyához sincsen megfelelő driver, tehát még a Windows nem nagyon fut rajta. A Windows se, a Windows 10 se, a 11. Viszont az Edge böngészőt azt már le lehet rá tölteni, mert azt már portolták, és azon belül már elérhető az Xbox Gaming. De akkor mi fut rajta, hogyha nem Windows? SteamOS. SteamOS. Az egy módosított Linux. Linux distro? Igen. Ami István. Arra van optimalizálva. Bocs, hogy beleszól. Valami nagyon nagy jutott. Nem lehet megcsinálni. Mamut kaka? Tessék, mamut kaka, ha? Igen. Nem. Hogy élőbe csinálni az tehát valahol ez menne élőbe. És aki akar, az bele tud szólni, vagy hozzá tud szólni. És utána később megvágni a megvágott, és később feltenni a megvágott verziót. Ezt csinálhatnánk. Gondolták, csak nem olyan, nem vagyunk még annyira profik, hogy megtehetnénk. De hát később megvághatod. Úgyse lesznek olyan, úgyse nincs olyan sok hallgatónk, hogy a Discordon streamelhetnénk éppen. Tehát attól meg megy a Zencaster, benyomjuk a Discordot, bemegyünk a Zoner csatornába.
Csak az a baj, egy hülyeséget mondasz az örökké fent marad a neten. Hát de nem, mert mondjuk minket nyilván még annyira nem néz. A múltkori adásunkat, valamelyiket, azt azon a héten 230 valahány letöltésünk volt. Ó, neki tehát van. Azért az nem volt olyan rossz. Uh-huh. Azon, amelyiken nem voltam ott. Igen. Jaj, az szörnyű volt. Szörnyű volt. Nem tudtunk kit húzni, és az nem volt jó. Na mindegy, nem ez a lényeg. Ma is nagyon féltem, hogy nem leszel, Gyuri, és akkor kit fogunk ugratni? Ki fog bealudni adás közben? Igen. Már most kialudtam magamat adás előbb. Uh-huh. Na, ez tök jó. Nem tudom, hogy mostanában olyan sokat alszok. Még egy bejelentést szeretnék. Ugye, mint az előző adásunkban is mondtuk, hogy jelenleg Magyarország szomszédságában háború zajlik, a civil lakosság egy része Magyarországra, vagy azon keresztül menekül a fegyveres konfliktus elől. Arra szeretnénk buzdítani, hogyha lehetőségeidhez mérten, kérlek támogasd valamelyik szervezetet, amely segítőkezet nyújt a humanitárius vészhelyzet során. A podcastunk a Magyar-Máltai Szeretetszolgálatot választotta erre a célra, eddig összesen 20 fontot és 165 eurót küldtünk nekik, a teljes eddigi befolyt Patreon támogatásunkat is beleértve. Óriási köszönet minden eddigi résztvevőnek, Ferinek, Lacának, Hentesnek és Gyurinak is. Ha csatlakoznátok ehhez az akcióhoz, akkor a következő linken keresztül tud közvetlenül pénzt küldeni nekik, a www.maltai.hu/adományok oldalon, vagy természetesen határozatlan ideig az összes beérkező Patreon támogatást tovább küldjük nekik. Ha bármilyen kis összeggel is adakoztok, és szeretnétek, küldjetek egy e-mailt, írjátok meg Discordon, hogy adásban is megköszönhessük nektek. Kemény. Uh-huh. A bombariadót nem beszéltük meg. Mi volt az a... Nagyon kidobáltuk éppen híreket. Annyi volt, hogy egy bombariadó volt egy gépen, amelyik Moszkvába tartott, és elindították a magyar grippeneket, csak hogy legyen grippen party arrafelé. És akkor ezek szépen végig kísérték úgy, mint azt a múltkori drónt, ja, azt nem. És, szóval Gripen Party volt, és énekelték, hogy szájér, kismadár. Úgy. Végig nézték, hogy nehogy felrobbanjon nálunk. Azt lehet tudni, hogy milyen légitársaság volt. Mondjuk csak a... Szerb Lajstrom jelű Airbus A319-es repülőgép volt. Mondjuk ez nem mondja meg, hogy milyen, hogy melyik cég. De igazából pont ezen agyaltam, hogy nem sok, szerintem szinte senki, semmelyik nagy cég nem repül most Moszkvá vagy Oroszország. Úgyhogy ez valami vagy kis szerb cég lehetett, vagy orosz. Nem lehetett orosz, mert ugye az orosz légitársasággép nem repülhetnek az európai légtérben, meg nem lehetett európai, mert azok meg nem repülhetnek Oroszországba. Úgyhogy a kettő valamelyik harmadik fél által kellett, hogy menjen. De lehet, hogy csak a Gripeneket is csak azért küldték fel, mert már amúgy is izé tűkön ültek, hogy na, még jöjjön valami drón, és akkor gyorsan elkapjuk a drónt. Hát. Első nyolcat elpasszoltuk, hát most már valamit fel kell mutatni, érted? Nem első nyolcat, egy volt csak. Hát igen, meg utána egy csomó radarjel, de arról már nem beszéltek. Amit hallottam erről a drónról, de persze ezt nem tudom, hogy mi volt igazából, hogy ez általában ami ősrégi drón, ami 70-es évek belül. Hát mert nem hallgattam meg működik, az előző adásunkat. Ja, nem hallgattam akkor. De amikor, akkor biztos, hogy többet tudtok, csak én elmondom, hogy én mit tudom, azt majd kijavítasz, hogy ezt hallottam, hogy valami öreg drón voltál, ami programozott úton megy. Tehát hát, nem irányított állítólag, és akkor valami abban lehetett valami probléma, vagy elromlott egy az egyben. De nem tudom. Én azt hallottam, hogy elvesztették vele a kapcsolatot, és ezért indult el, gyakorlatilag egyenes vonalú egyenletes mozgást végzett, addig, amíg ki nem fogyott belőle az üzemanyag, aztán kinyitotta az ejtőernyőjét, és leszállt. A drónnak nincs ejtőernyője, a rakományának, meg az adathordozójának van ejtőernyője. Tehát kidobta az adathordozót az ejtőernyővel, ő meg becsapodott a földbe. Hát akkor ez volt, nem tudom. De oroszok voltak? Nem, állítólag azt senki nem tudja még mindig. Állítólag az oroszok már nem használják ezt a típust, mert 70-es években fejlesztették, de az ukránoknak nagyon sok ilyen van, biztos ők voltak. Minden esetre tudja. Romulus Rémus bácsi nevű magyar fővezér végigkövette őket, hogy megnézték, jó, megfenyegették, hogy kikísérjék a légtérből, mondták neki, álljon meg, de nem állt meg. Már ez mondjuk most, ugye mondjad? Megint mondtuk, álljon meg, de akkor se állt meg. Aztán kiment a légtérből,
és ezért gratuláltak Romulus Rémus bácsinak. Nagy próbatétel ez minden országnak most, hogy felmérik, hogy milyen a hadsereg, vagy ugye mire képesek, mert én is benne látom a pakliba, hogy egyszerűen vagy nem észlelték a magyarok, vagy nem tudtak vele mit kezdeni, vagy... Tehát de mindenféleképp kínos. Be voltak fosva. Vagy be is voltak fosva nyilván. Ja. Nem mertek rálőni, mert mi van visszalő. Szerintem ja. Az volt, hogy észlelték, és akkor mentek az üzenetvártak, hogy bejött egy idegen repülőgép a légtérben, mit csináljunk? Hát nem avatkozhatunk közben. De hát itt van, Flandrú. Hát nem avatkozhatunk. Hát akkor mit csináljunk? Várjuk meg, míg kimegy, aztán felküldünk ilyen Gripen, azt mondják, hogy nem találtak semmit. Jó. Ez volt. Három napra rá Németh Szilárd megjelentette a kis cikkét, hogy ez az, a magyar honvédség Gripenjei kizavarták a légtérből a drónt. A hibás drónt, aha. Hát. Gratulálunk. Németh Sziszi igazán nagyot gurított ma is, illetve nem ma volt, már régen volt. Mi lett volna a jó megoldás? Csak úgy kíváncsiságból. Hát amint megsértő a légterünket, lelőni a szarba. Addig, ja. Tehát ha nem válaszol. Hát ha nem válaszol a hívásra... De egy drón egyébként hogy válaszolna a hívásra? Hát sehogy. De ezért kell lelőni. Tehát hogyha akármilyen repülő objektum megsérti a légteret, akkor első körben fel kell szólítani arra, hogy azonosítsa magát? Igen? Hogy hagyjon fel a határsértő magatartásra? Nem. Akkor be kell kísérni, le kell szállítani valahova, hogyha ennek nem tesz eleget, azonnal le kell lőni az égről. Ennyi. Egyébként a modern drónokban van rádió kapcsolat, tehát hogyha rádióznak nekik, akkor az irányítók tudják, meg tudnak válaszolni is. Nyilván ez a drón nem válaszolt volna valószínűleg, tehát hát ezért mondom, ki kellett de volna... Ezt simán le kellett volna lőni. Ki kellett volna lőni a levegőjégből, az csak... Csak hát, amikor meglátták a radaron, ezek úgy maguk alá fostak, hogy nem tudták, hogy most mi lesz. Most ha lelövük, akkor harmadik világháború, ha nem, akkor meg igen. Nem tudták, mit csinálják. Most megsértjük az oroszokat, vagy az EU-t. De... Nyilván, de az a legfélelmetesebb, hogy nálam ugye mi angolokkal melózok, 90-en vagyunk sofőrök, egy román van, én vagyok egyedül magyar, meg van négy lengyel, amúgy mindenki angol. Vannak ilyen jamaikai angoljaink, de ők is angol. És az a durva, hogy a lengyelekkel nagyon jobban vagyok, mind ilyen családos ember, idősebbek, de nagyon normálisak, rengeteget lehet velük röhögni. És hogy a lengyelek iszonyatosan rajta vannak a háborún. Tehát, hogyha persze. Most arról lenne szó, hogy támadjuk meg Oroszországot, tehát a lengyelek néz 1000% az igen. Csak ez az a nyűg, hogy tényleg azt, mint a néha azt látnám, hogy a harmadik világháborúban sokan nem gondolnak bele. Azt is megértem, hogy nyilván most lehet, hogy az oroszokat akkor el lehetne tüntetni egy életre a föld színéről. De az a baj, hogy ez nem ilyen egyszerű. Több vonzata is van, ebben több. Azt nem értem, hogy azt nem bírják fel, hogy nem bírják az emberek felfogni, hogy miért kell nekünk beleszólni egy pár hülye idióta veszekedésébe, akik nem értenek együtt. Miért nem bírnak azok elmenni maguknak, valahol azt lerendezik egymás között? Hát ennek több vonzata van, ennek is, Gyuri. Egyrészt azért, mert ez a két idióta olyan gazdasági kapcsolatokkal rendelkezik az egész Európában, ami eléggé tönkre teszi az európai gazdaságot is, hogyha nem tudják megoldani a problémáikat. Tehát gazdasági szinten, akár tetszik, akár nem, be van vonva egész Európa. Háborús szinten, az egész világ. Háborús szinten nyilván meg nem vonhatóak bele a NATO tagállamok, és Lengyelország is NATO tag, Magyarország is NATO tag, Bulgária is. Ott van Oroszország környékén néhány olyan állam, akik nem NATO tagok, de ők meg hát kicsik és fosnak. Na most a NATO nem avatkozhat be, mert ha ugye a NATO meg az Oroszország között kirobban egy konfliktus, az világháború. Tehát a NATO szerződés az kötelezi az összes NATO tagállamot, hogy lépjen be a megtámadott NATO tagállam oldalán. Ez rendben van, ezt értem. Viszont, várjál, hagyj fejezzem be, légy szíves. Viszont a NATO nem lesz agresszor. Ez is le van fektetve, tehát semmiképpen nem fogunk belépni egy háborúba úgy, hogy azt a NATO kezdeményezi. Tehát tudom, a NATO az nem egy ország, tehát egy szövetség, a NATO az nem egy támadhat szövetség. Meg senkit. Így van, igen. Persze. És de nem is kezdeményezheti az országa, a tagjain keresztül sem. Tehát így van. Ez le van fektetve, hogy egy NATO tag sem kezdeményezhet háborút egy másik, akár NATO-n kívüli. Ha egy oldalúan kezdeményez egy háborút, akkor a NATO nem köteles közbelépni. Tehát így hogyha ha azt mondja Magyarország, mint ahogy már volt ilyen, hogy hadat üzen az oroszoknak, akkor abban a NATO nem vonódik be. Viszont, hogyha az Oroszország
bevonulna Magyarországra, a NATO abban a pillanatban oda kellene, hogy álljon mögé. Ez rendben van. Amit a kérdést nem értettétek, lehet, hogy rosszul tettem fel a kérdést. Én, mint kis ember, mi az atya úristenén mennék oda valahol öldözni? Tehát az emberek nagy része, ha azok nem mennek sehova, tehát sehol a világon, akkor mit csinálnak a nagy kutyák? Akkor meg vannak lőve, nem tudnak mit csinálni, kész. Nem jó, értem. Az a baj, hogy a... Nem értem, hogy, mi a problémád. Hogy vannak... Mi a problémám? Az, hogy annyi hülye... Igen, de az is minek megy katonának. Miért akar ördökölni? Miért? Van ilyen ember, típus van. De Gyuri, de most... Menjen ki a mezőre, azt ott... Nem, öldökölni akar. Hanem mit hanem akar? Azért lép be katonának, mert hazafias, és meg szeretné védeni az országot. Aha, mert lusta, már... rohadt, dög, és nem akar dolgozni, hanem a... Bocsánat. De nem az ilyenek felé. Az ilyenek felidegesít. Jó, én is igen. A katona, tovább szolgáltas akartam maradni, csak aztán nem jött össze. Na, de én is azért, mert kummantás miatt. Ja. Nem, de ez az igazság. Az összes katona azért vonul be, hogy egy, öljön, hogy fegyvere legyen, meg hogy ne kelljen dolgoznia. Ezért. Békeidőben igen. Ha aztán ott van, akkor, és azt mondják neki, hogy menjen ide vagy oda, akkor ő nem mondhatja azt, hogy ja nem, mégse, mert igen, ha azt mondja, a bíróság az más bíróság, dolog, és persze. Kész. Tehát onnantól kezdve, van, hogy már hát ezért nem kell elmenni katonának. Minek megy el? Gyuri, én megértem a dolgodat, de szerintem ezek az érvek, hogy csak nem akar dolgozni, és meg akar kapni a nagy lúvét, meg mit tudom, ez meg csak békeidőben igaz. Most, amikor háború van, akkor nem hiszem, hogy az ukrán fiatalok azért állnak be a seregbe, nem akarnak dolgozni. És ja, nem is az ukránokról van szó, hanem az oroszokról, érted? Vagy például a lengyelek. Én most nem, várjatok, nem egy nemzetről más. Beszélek, én általában az egész, a világon az összes emberről beszélek, tehát nem egy nemzetről. De ez megint szituáció és emberfüggő. Ember annyi féle van, ahány féle, érted? A ideológia is rengeteg féle van, és az emberek gondolatait nem tud befolyásolni. Van egy csomó ilyen ember, meg van egy csomó okos ember, van egy csomó életképes ember, meg van egy csomó, aki nem. Most ezzel nem tudsz befolyásolni. Hogyha... Oké, rendben, elmegy katonának, elmegy a háborúba, lelövik. Ne sírjon nekem, hogy meghal. Hát az már nem fog. Nem sír. Bakker. De a családja megizni, mindenki akkora porka vannak, ahol szegényként meghalt a háborúban. Hát nem menjen katonákhoz, nem fog meghalni. Ez nem így működik. Főleg mondjuk Oroszországban nem így működik, ahol ugye, mint nálunk régen, kötelező a sorkatonai szolgálat. Jó, de azt mondják, hogy sorkatonát nem küldenek oda, már mondjuk ezt cáfolják, hogy tehát a végén mégis oda kerülnek. Minek a sorkatona nem küldik oda, ez hülyeség. Nem. Az oroszoknak van hivatásos katonai állományuk, meg van sorkatonai állomány. És Putyin azt akarta, hogy ne küldjön sorkatonákat, de állítólag hallottunk de olyanokat, vannak, hogy persze. Csak kerültek oda. Ja. Uh-huh. És tehát, hogyha sorkatona vagy, akkor meg nincs választásod. Ja. Uh-huh. Így van. Ja. Mert hogyha tehát azért ez nem ilyen fekete-fehér. Meg a sorkatonák ugye a fiatal, 18 éves, 20-valahány. Én ezt, amikor engem bevittek, én ezt gyorsan megoldottam, mert az első lőgyakorlaton megmondtam a zászlósnak, hogy nem tudom ki volt ott, hogy te engem elküldesz valahova valakit lelőni, akkor te lesz az első, akit fejbe lő. Kész, onnantól kezdve konyhán szóval. Jó, te lettél volna a második, ennyi. Hm? Te meg a második lettél volna. Van ilyen is, van olyan is emberből, de hát most ezen nem lehet problémázni, miért vannak hülye emberek, miért van egy csomó ember, aki hisz a lapos földbe. Mondjuk én, amikor én azt hiszem 2000 vagy 99-ben voltam katona, tehát már az utolsó, utána egy 2-3 évig volt még, és annak idén emlékszem, hogy már tehát nem kellett megindokolni, hogyha nem akartál menni, akkor volt ez a 9 hónapok volt, igen, a polgári szolgálat meg másfél év volt, vagy valami picivel, nem sokkal több. Igen, több volt. Igen. Hát az utolsó az már úgy volt, hogy ugyanannyi volt a polgári szolgálat, mint a sima. Tehát azt mondom, hogy akkor már nem volt az ilyen komoly, de az oroszoknál tudom, hogy máshogy van, nekik be kell menni. Nyilván is. De akkor nem csinálhat semmit. Ja. Felettesed, amit mond neked, azt teljesíteni kell, különben hadbíróság. És azért az úgy, nem tudom, hogy egy 18 éves srác tényleg mit csinál, amikor mondják, hogy jó, akkor nem hazamegyünk, hanem Ukrajna felé, mindenki márházatok föl, és akkor indulunk, azt majd kapjátok az utasítást. Van egyébként értelme a kötelező sorkatonai szolgálatnak, tehát én visszavezetném kötelezővé. Az oroszoknak az ottani saját propagandájuk az úgy szólt, hogy ők oda mennek Ukrajnába felszabadítani a eszéket, és akkor oda kell menni, és akkor majd sóval meg kenyérrel fogadják őket, és nagy éjjelzés meg minden lesz, mert nekik náluk ez a
ez a propaganda, meg ez a szöveg, ja, ők felszabadítani hogy ők felszabadítják a náci rezsim alól az ukránokat, és hogy ők a népet szabadítják fel a mocskos szemétláda vezetőik alól. Ja, meg is szólalt néhány ilyen orosz tábornok, meg főnagykutya, hogy hát ők ezt hitték, hogy itt... Igen, és az a része volt, hogy bemennek a városba, és civileket lövöldöznek le? Hát azért olyan kevéssé hatékony, hogy azért van az, hogy azt mondja Zelenszkij, hogy a legfőbb katonai ellátója az ukrán hadseregnek az orosz hadsereg, mert annyira elromlik a morál, hogy ott hagyják a harckocsit a földek közepén, meg eldobálják a fegyveréket, azt elmennek, mert nem akarnak lőni. Tehát azok, akik szembesülnek azzal, hogy tulajdonképpen nekik hazudnak, azok találnak olyan indokot, hogy stratégiailag visszavonulhassanak, és elhagyják a fegyveréket. Tehát... Ez a szomorú, hogy ilyet hallottam ilyet angoloktól, a kantinban angolok beszélgettek így, hogy mit érdekel minket? Tehát orosz öl oroszt. Tehát csak csinálják, mi dolgunkat csinálják. Szóval az a baj, hogy gondoljátok el, hogy vannak, akik meg így gondolkoznak. Miért? Hát Magyarországon meg olyat hallottam, amikor azt mondják, hogy hát mit érdekli őket, hogy mennyi egy euró, ha 800 forint lesz egy euró, akkor se számít, mert hogy Magyarországon forint van. És akkor mit érinti ő azt, hogy mennyi az euró? Csak az a baj, hogy szép barátom, egysíkű, hogy egysíkú, egybites gondolkodás. Igen, hogy bármit behoznak, az egy euró, az 800 forint lesz, akkor az egy liter benzin simán kicsit még drágul. Nálatok mennyi most egy liter benzin? Mert nálunk két euró. Két euró. Nálunk is 1,78. Nagyon megy fel minden kőolajterméknek az ára. És az a baj, hogy az áram is, mivel hogy itt vannak gáz meg szénerőművek, hogy azok is mennek fel, mert hogy azt hallottam, hogy Írországban a szénerőmű az orosz szénnel megy. Hát itt is Boris agyon rajta, mert be voltak zárva, van két óriási nagy szénbánya, amiket lehet, hogy újra nyitnak. Csak hát ugye a környezetvédelem miatt volt bezárva. De utána ez is érdekes ez a környezetvédelem, hogy az oroszoknál lehet a legdurvább szennyezés, és azt mi élvezzük. Így van. Igen, tehát azt mondom, itt kicsit mindenki hipokrita azért, de valamit tenni kell nyilván. De hát most az egész EU ezen pörög, hogy tudnának függetlenedni az orosz energiától, mind a gáztól, az olajtól, meg a el kell zárni mindent, egyik pillanatra a másikra, én azt mondtam. Hát ha lehetne. Hát miért ne lehet? Most ezen pörögnek, hogy lehet ezt megoldani. Elvileg van annyi tartaléka az EU országoknak, hogy kibírják, azt hiszem, de 2-3 hónapig. A 2-3 hónap alatt meg tudják oldani, hogy az energia bevételeket máshonnan megszerezzék, akkor meg tudják oldani, ha nem, akkor itt nagyon-nagyon nagy derékhúzogatás lesz. De hát van ez a fűtést, azt már tudjuk, hogy meg lehet oldani, mert vannak ezek a kis fennike, ezeket a kis mécseseket, és akkor össze kell rakni a két. A cserepet. Cserepet. És akkor igen, az és már kész. Olyanom nekem volt, én csináltam olyat. Na, semmit azt mondom, nem ér. Nyilván nem, mert hát te emberi mert vannak bizonyos kételeit. Propagandista vagy, azért nem ér semmit. Igenis, meg lehet oldani. Nekem csak át kell kötni a napelemeket a háztetőn. Leszedem a gridről, átnyomom az aksikra, az kész. Na. Hát a mennyi az termelne az egyébként, Gyuri? Tudod? 4 kilovattos rendszerem van. De az jó, mert és akkor világít a zseblámpával, és akkor éjszaka is fűt. Aha. Szabad energia. Ennyi. Vagy visszaköti hát egyből ezért a LED lámpákat, visz ráköti, és akkor azzal világít. 4 kilowatt az annyira lenne elég szerintem, hogy hetente egyszer tudnátok mosni, de ha jön a téli idő, akkor szerintem igen, hát az 4 kilowattos se számítógép, se semmi. De a 4 kilowatt az óránként 4 kilowatt. Azért mondom. Hát azért az fűtésre elég. Hát fűtésre elég. De... Hát persze, egy csomó minden azértről le kéne mondani, olyan francban. Házi mozi. Szerintem a fűtés is csak azért óránként 10 perc lenne bekapcsolva. Igen, és az a baj, hogy neked gázfűtésed van, nem? Nekem? És nem lehet lecserélni elektromosra? Hát, most elektromos hát le lehet, csak az nyilván nem olyan, sokkal hatékonyabb az elektromos fűtés, csak az a baj vele, hogy nagyon eszi az áramot. Egyébként meg az az igazság, hogy a nagy lakást lezárnám, ott hagyd legyen hideg, ide a butykába kiköltözünk, bekapcsolom a számítógépet, azt megmondva. Ja. Ahol a büdös, ott a meleg. Milyen megnézem, hogy én mennyit költöttem áramba. Ezzel az új számítógéppel lehet valamit csinálnom kell ezt, mert a tetejébe raktam be a radiátort, és bizony
felmelegszik rendesen, ha játszol. Úgy nyomja ki a hűt magából, hogy hihetetlen. Lehet, hogy maga a processzor meg a videókártya nem meleg belül. Hát figyelj, akkor a fűtésed már megvan oldva. Azt tudé. Ennyi. Apa, diablóz egy kicsit, mert fázom. És akkor apának játszani kell? Az igen. Akkor egész éjszaka nyomni kell a diablót. Jó, apa, bármit megtesz a családért. Így van. Aranyember ez a Gyuri. Ugye? Én januárban rendesen fűtöttem, mint állat. Majdnem 1000 kW, hogy ezt... Egy hónap. Uh-huh. És akkor azt mondja, hogy a... Hogy februárban a... már kevesebb volt. Ja, 1000 kW. Csak... Jó van. Igen, 1000 kWh. A fogyaszt, teljes fogyasztás egy hónap. Aha. A sok. Hát, hogyha lenne napi 4... De várjál, van nem napi. Az hogy jön ki? Mert 4 kWh-ránként mondjuk legyen az, hogy 8 kW-ot összebírok szedni egy nap alatt. Mondjuk 10-et. Na, akkor mondjuk legyen 10. 10. Az 30 akkor nap az alatt. 300 kWh. Az nem sok. És ti azért többen vagytok, nagyobb a ház. Ha. És neked két. Jó, mondjuk ez egy téli szezon. Ez egy téli szezon volt. Nem úgy csak, hogy hány darab? Mi hány darab? Panel? 16. 16. Tehát az nem kevés, mondjuk. Hát nem. Mennyibe kerül egy panel? Csak ha az ember mondjuk azt kitalálja, hogy teljesen... Az attól függ, miért veszel. Én 10 fontért vettem olyat, amivel lehet tölteni a telefonomat. Yes, megfelelő válasz. Van 1000 darab. Na azt a seblámpával tényleg meg tudod hajtani egyébként. Simán. Jó. Hol is van? Az úr nem fog megtalálni. De meg kell. Nem, az a baj egyébként, hogy a panelek még mindig elég rossz energiahatékonysággal működnek. Mennyi a energiahatékonyság egy ilyennek? Évről évre javulnak, most már... Jó lenne, ha 60% lenne. Mennyi? Most van ilyen 25%-os ízét, mert már... Hallottam már 40-50%-osról is. A díszmenetben, díszlépésben vonulnak el a 25%-os panel előtt a csapatok. Az kemény. De hallottam ilyen kis... szélerőművekről, tudjátok, ez a kis henger alakú izé, hogy pörök. Jó, hát most így leértem, hogy hogy néz ki egy ilyen kis szélturbinás. A videót láttátok, amikor a biciklis srác rákötik a bringájára a kenyérpirítót, és hogy mennyi, mekkora energia kell, hogy egy szelet kenyeretet pirít meg. Nem, egy akkora bringás, majd megkeresem, érdemes megnézni. Én se hittem volna. Én aztán, hogy azért nem olyan vészes egy ilyen energiatermelés ilyen kerékpárral, de nem gyerekjáték. Hát igen. Az biztos, hogy ha azzal kellene meghajtanom a számítógépemet, akkor gyorsan lefogynék. Ja, kemény. Olvasd tudom, hogy itt. Hugoméknál volt egy kerékpár, ami mutatta, hogy hány wattot tekelsz bele. És kényelmesen 3-400 wattot bírok kitekerni, amit tudnék tartani akár 8 órán keresztül. Viszont ahhoz, hogy azt megduplázzam, tehát 600 wattot kitekerjek, az már majdnem full power, amit alig tudnék tartani egy 5 percen keresztül. Hát... Tehát hihetetlen, hogy megy fel. Igen, ilyen exponenciálisan. Hát néztem a 2 óra alatti, vassza most a 32 kilométeres rekord a maraton. És az a srác, aki megcsinálta, nem tudom a nevét, szégyen a gyalázat, de nem emlékszek már nevére, csináltak egy futópadot, hogy megnézzék, hogy futott a végig azt a 32 kilométert. Aha. És sportolók meg akartak halni. Hogy csak érezni azt, hogy tényleg némelyik ember milyen szinten van, hogy az az űrge, hogy tud futni. Tehát, hogy az már mondják, hogy az nem edzés, vagy valami, az tényleg genetika minden, egy életműve, hogy 2 óra alá vitte a 32 kilométert. De milyen 32 kilométer? Most te maratonról beszélsz? A maraton, aha. De az 42. Igen. Vagy 42, mint nem tudom. Igen, vagy azért a maraton kérdezem, hogy milyen 32-ről beszélsz. Jó, akkor bocs, azt a kettővel tisztában voltam meg, hogy sok. De Gyuri, te tudnád a legjobban, hogy én meg a futás, az... Nem tudom, minek kéne kergetni, hogy eldöntsem, hogy futok előle. Legalább olyan viszonyban vagytok, mint én az intelligenciával, tudom. Találtam nektek szélerőművet. Tehát te is pont most tettél bele. Itt van egy 900 wattos napelemrendszer, hogy mennyibe kerül. Ó, na mennyibe? 2 ró. Úristen. Hát ennél olcsóbb az a windturbia, amit én találtam, és ez 8000 wattos. Na jó, csak tudod, Kósa megmondta, hogy a megújuló energia az Magyarországnak nem számít, mert nekünk akkor is kell energia, amikor nem fúj a szél, vagy nem süt a nap. Kósa is együtt fog ülni a bőriben. Dehogy fog. Köpcös disznóval. Dehogy fog. Dehogy nem fog.
Jó, igen, és hát ez a... lehet, hogy nem fog, de akkor... És ez a wind turbina a 240 volton adja le a... Nem, ott van, 12, 24, 48 volt. De hát az már csak egy eszköz kérdése, hogy abból te mit konvertálsz. 8000 watt? 8 kilowatt. Jól számolt? 8 kilowatt, ugye? Úgy mondják. Most nézem csak, hogy ez is az Amazonon van. De hát ez, ez amerikai te. Hát most első találat. Keresgéljél. Találtam egy cikket is, hogy Angliában terveznek ilyen valami vertikális turbina farmot terve. British made wind turbines, tessék. De nem kell linkelni. Figyelj csak meg, és a házi atomerőművet is akartak csinálni. Az tényleg is tök jó. Arról beszéltünk már régebben. Én saratomot szoktam hasítani, és akkor úgy termelek energiát. Azt is elmondtad már abban az epizódban szerintem. Igen, tudom, ez már szakállas. Igen, hát, csavarhúzóval. Mindegy. Én azt mondom, hogy elkezd. Vagy hogyha nem is zárja, mondjuk, mit tudom én, Orbán, Márki-Zay valószínűleg el fogja zárni a gázt, meg az olajat. De hogyha mit tudom, Orbán marad, és azt mondja, hogy ő nem zárja el a gázt, meg az olajat, akkor igenis a magyaroknak ki kell kapcsolni otthon háztartásba. El kell határolódni. Az ukránok vérével áztatott energiát nem használhatja egy normális ember. Ugye, most erről lehet spekulálni, meg mondani ilyen szép nagy szavakat, de úgyse tudjuk, mi lesz két hét múlva. Hát lehet, hogy véget ér az egész háború. Lehet, hogy az EU, hogy tudom én, küld egy dádázós üzenetet Putyinnak, aztán az egészre hát nem fogunk emlékezni két hónap múlva. Most mondják, hogy azért néz ki Putyin úgy, mert hogy állandóan szteroidozza magát, hogy úgy nézzen ki, ahogy kinéz. Ezért állítólag, ugye nyilván ez a szteroidoknak a hosszú távú hatása az bizonyalmi állapotra is hatással van. Aztán lehet, hogy ennek az egésznek ez az oka. Jó, hát Putyinról sok ilyen legenda kering mostanában. Azt is mondják, hogy post-covidos tünetei vannak, azért ilyen zavart, meg mentálisan instabil, meg mit tudom én. De franc se tudja, hát ez mind ilyen pletyka szintű. Ami nem pletyka, ami tény, hogy jelenleg az orosz hadsereg pusztítja Ukrajna területét, lőnek mindenre, ami mozog, és ezt meg kell valahogy állítani. Vagy így, vagy úgy. De ez nem rajtunk fog múlik. A soft power, annak az a lényege, ugye ez a bankkal visszaélés, tehát a mindenféle Swift utalások leállítása, nem veszünk orosz termékeket, kivonul egy csomó magáncég onnan. Ennek ugye az az értelme, hogy ha Oroszországban ugye elfogy a kaja meg minden, akkor a nép meg kell a vezetőre olyan hatást gyakorolnia, hogy gondolja meg magát, és túl sok legyen az, amit elveszítenek, ezért visszavonják azokat a dolgokat, amiket nem kéne, hogy csináljanak. Erről jut eszembe, hogy láttam egy videót, a YouTube-on fenn van egy ilyen csatorna, egy orosz űrge csinálja, és érdekes módon fenn lehet a YouTube-on, például azt hiszem, hogy betiltanak oroszokat, de nem, mindegy, angol nyelven. És elpanaszkodott, hogy emelkedtek az üzemanyagárak, és elment a főbb üzemanyagkutakra, és átszámította ugye dollárba meg euróba az üzemanyagárakat. Ugye én is átszámoltam fontba. Szerintetek mennyit tankolnak benzint most a megemelkedett üzemanyagárakon Oroszországba? Ön egy font körül lehet. 46 penny. Igen, azt 46 penny egy liter. És ez volt ez a nagy ár. Jó, mondjuk nyilván az ő fizetésük, tehát nem keresnek annyit, mint itt Angliába. De én is valamilyenre számítottam, hogy azért fizetnek. De bakker. 2008-ban kim voltam Mexikóba, és mondták, hogy nekünk, hogy tankoljuk meg az autót, mielőtt visszavinnénk, leadnánk az autókölcsönzésbe, mielőtt indultunk vissza. Tankoljuk tele, mert az autókölcsönző az valami dupla áron rakja tele a tankot. És hát ugye mi az európai árakhoz számoltunk, bementünk, mielőtt ugye visszavittük volna, egy Chevy valami ilyen kis ilyen 7 személyes busszal voltunk, feltankolta az akkori vezetőmérnök, és valami 200 magyar forintot fizetett a full tank benzinért, tehát ilyen nézőt, és akkor ott volt kiakadva, hogy bakker, hát azt, hogyha dupláját fizették volna, akkor se történt volna semmi. Tehát ilyen nagyon-nagyon olcsó volt akkor a benzinot. De vannak olyan államok, akiket az energia árak nem fognak föltözverni, ilyen Oroszország is. Neki van gáz, neki van olaj, neki van szén. Ő ezeket nem fogja megérezni. Ő azt fogja megérezni, ha nem lesz kaja, nem lesz ruha, nem lesznek elektronikai dolgok. Erre is azt mondják, hogy az Apple kivonult
például, csak arra szóval senki nem foglalkozik, hogy Kínával határos Oroszország, és a kínaiak meg mindent szállítanak. Tehát ugyanúgy meg tudod venni, jó, kivonultak official, de a kínaiakat de... ez hol érdekli például, ők rákaptak. De az SAP is kivonult, a Microsoft is kivonult, és egy csomó minden. Nem mondom. És persze. Nyilván azt, erre az volt a válasz, hogy nem majd letorrentezik, meg lekalúzkodják, és ugye a nemzetgazdaságnak jó az, hogy ők használják a lopott szoftvert, és vessenek magukra ezek a cégek, de ez sokáig nem mehet. És úgy van, hogy 300 euró felett luxusimportnak számít. Tehát ez azt jelenti, hogyha egy autót akar venni ott valaki, azt nem teheti meg, mert nem vihetnek be autót oda. Van ez a just-in-time rendszerű autógyártás, az úgy működik, hogy mindent abba a pillanatba kell, hogy megkapják, tehát ez azt jelenti, hogy nem tartanak raktárkészletet, hanem egy-két napos raktárkészletük van, és mindent be kell szállítani. De hogyha a Bosch is kivonul, és nem visz oda cuccot, akkor nem tudnak összerakni autót, tehát akkor a Lada gyár se fog működni, akkor semmilyen gyár nem fog ott működni, és akkor nem tudnak mit csinálni. Én nem azt mondtam, hogy itt nincs probléma, mert óriási probléma van. Meg fogják érezni nyilván, tehát nem kérdés. Jönnek ilyen kiszivárgott képek, hogy szupermarketekben olyan lefosztás van, mint a Covid elején volt az európai boltokban is, tehát hogy nem lehet kapni semmit. Úgyhogy hogy igen nagy problémák vannak arrafelé. Itt igazából csak az a kérdés, hogy Putyin mennyire elszánt, és mennyire gondolkodik előre, és mennyire akarja ő ezt a háborút. Mert ha előre gondolkodik, akkor felveszi a kapcsolatot a kínaiakkal, és akkor elkezdi a kínai termékeknek orosz piacot adni, és akkor talán lesz élelem, lesz ruházat, lehet lesz elektronika. De én úgy hallottam legutóbb, hogy a kínai vezetés is kezd kihátrálni Putyin mögül. Mert ezzel a háborúval gyakorlatilag ugye az egész világgazdaságot fejére borította, és az már a kínaiaknak sem tetszik. Hát nekik biztos nem, mert ők a világgazdaság egyik legnagyobb szereplője nyilván. Így van. Uh-huh. És valamelyik orosz elemző mondta azt, hogy Oroszország úgy fog kijönni, ahogy a Németország jött ki a II. Világháborúból. Tehát, hogy ez ebből pozitívan nem tud kijönni sehogy most már. Hát ki tud? Pozitívan? Úgy tudnak kijönni pozitívan, ha mondjuk Putyinnal történik valami. Ha beáldozzák Putyint, tehát hogyha nyilvánosan lámpavosra felkötik, és azt mondják, hogy Putyin elvtárs volt a... Nem kell még az se. Csak mit tudom én, rákba meghal, vagy valamibe, érted? Még és akkor sem fognak tudni pozitívan kijönni egyébként, mert ha ezt meglépik, akkor az EU garanciákat fog kérni arra, hogy ilyen többet nem történhet meg. És az azt jelenti, hogy EU delegációk, NATO, békefenntartó erők, minden ilyesmi megy az orosz kormányhoz, megy az ukrán kormányba, mennek az orosz területekre, és ellenőrzik mindent. Leszerelik az atomfegyvereket, mindent. Tehát Oroszországot nullázni fogják, az a minimum. Tehát, hogy vagy békésen hagyja Oroszország ezután, hogy gyakorlatilag a szinte teljes fegyverkezését nullázzák. Ne jósoljunk, mert ebből még... Mi van? Szilveszterkor kell jósolni, most meg nem szabad? Hát most nem szabad, mert az a baj, hogy itt most elkiabálhatsz olyan dolgokat, amiket nagyon... Hát az a baj, hogy igen, amit most mondott a Laca, hogy lenullázni Oroszországot, hát abba az oroszok nem fognak belemenni. Persze, hogy nem fognak belemenni, de ki nem megy bele? Az nem Putyin lesz, hanem az orosz nép, aki nem megy bele. Hát, ez időkérdése. Mert most tényleg eljutnak arra a szintre, hogy gyakorlatilag tényleg megint az lesz, hogy kaja egyre kapják a kenyeret is, amiért verekedni fognak meg, mit tudom én, akkor lehet, hogy előbb-utóbb azt mondják, hogy legyen bármi, mindent megteszünk, csak hagyjatok békén minket. Hát azt én nem hiszem, hogy olyan lesz Oroszországban, mert ők önellátók, olyan szinten önellátók. Tehát nekik a luxus cikkek fognak hiányozni, meg hogy az autóiparukat helybe kell rakniuk, mert ugye a Lada se Lada, mert az is azt hiszem Renault. Uh-huh. Nekik akkor kell egy autómárka, amit meg tudnak gyártani, meg hát vissza fognak esni az ilyen 80-as évek szintjére. Kenyér az biztos lesz, hát az oroszoknak óriási termőföldjeik vannak, hát hatalmas ország. Tehát az attól nem, meg állatok is vannak, meg... Hatalmas ország, nem, csak az a hatalmas terület egy kicsit hideg, hűvi. Igen, hát csak egy kicsit hideg. Nagy, a legnagyobb termőterületek azok pont Ukrajnában vannak. Azokban. Hát igen, az Ukrajna, de azért
Tehát én szerintem el fogják tudni magukat látni, főleg úgy, amíg ugye az érdekes volt, hogy aki már néhány embernek szemet szúrt annak idején, az olimpia előtt, a nagy orosz-kínai összebarátkozás, hogy nem tudom, arra még emlékeztek, hogy ők találtak mindenféle szerződést, meg mindenféle gazdasági kapcsolatot, meg... Orbán mennyire haverkodik még a kínaiakkal? Hát nagyon szerintem, ennyire van. Túlzottan, akármennyire is túlzottan. Az a baj, hogy eddig ugye ment oda, hogy a keleti nyitás meg minden, azt most beleszaladt a tátott szájjal az erdőbe. Ja, hogy hát most nem nagyon már barátkozni kelet felé. Elkezdtek közeledni, dörgülőzni egy kicsit izéhez, ott volt a Paks 2, meg hogy milyen jó, mert a Magyarország jóban van, meg hosszú távú szerződést írt alá az oroszokkal, és mi nekünk olcsó jön a gáz, meg milyen jó. Aztán Putyinbe vonult ugye Ukrajnába, azt kezdődnek a problémák. De mondjuk most ennek így... egy kicsit ellentmond, hogy azért a családja azért csak át valahogy átkerült Spanyolországba, ugye az Orbán család, Ráhelék, valahogy átmentek, mielőtt ez a nagy gebasz kezdődött. Most így megkukkantottam az Oroszország Wikipédia oldalát, kíváncsi voltam, hogy hányan laknak Oroszországban, és a népszállalás szerint, ami 2017. januárjában volt, tehát azóta lehet, hogy kicsit nőtt, 146.804.000-en lakják Oroszország területét. Ez azt jelenti, hogy 8,3 fő per négyzetkilométer a népsűrűség. Magyarország 88, Írország meg 66. Ja, nagyon sok. Japán mennyi most lehet? Ezer? Összehasonlítva mondjuk Amerikával, 332 millióan laknak. Ott se túl nagy a népsűrűség azért, mert az is egy nagy terület, 33,6 fő négyzetkilométerenként. Most kíváncsi vagyok, hogy Kína. Kína is baromi hát, nagy ország. Ki? És ha benne van a Himalája, meg ilyenek. Így van, de ott azért mégiscsak... Egy milliárd kétszáz millió. Azt mondja, egész pontosan, hát, ja, population 1 milliárd 412 millió. Majdnem másfél milliárdan már. És a density, tehát a népsűrűség, az pedig 145 fő per négyzetkilométer. Ez fincsi. Baromi nagy Oroszország, de mégis viszonylag kevesen lakják. Még USA-hoz képest is, nem, hogy Kínához. 145 fő négyzetkilométerenként? Így van. Szóval kemény, hát. Szóval, ja. Ugye a győzelem napja volt nemrég, egy ilyen ünnepség, a krími annektálásnak ugye az évfordulója, és megjelent a Putyin valami 4,5 milliós kabátba, ilyen valami Gucci, vagy nem tudom, milyen olasz márkának kabátjában. Ez a belülről páncélozott? Nem, ez csak egy sima luxus kabát. Ja, Keblárból. Nagyon egyszer elő lehet zárni ezt az egész konfliktust, hogy van tényleg, hogy a nyugat meg a kelet, mondjuk nevezzük így, de amíg keletről tudsz venni feleséget magadnak, és az nyugatra megy, és az nem fordítva, igen, csak én azt mondom, hogy addig itt nincs miről beszélni. Tehát addig egyértelműen nyugatot összehasonlíthatatlanul jobb pozíció. Tehát én olyanról nem hallottam, hogy az amerikaiak próbálnak Oroszországba menni, vagy Kínába, vagy... Igen, tehát én azt mondom, hogy hiába van rengeteg anyagi java az oroszoknak, ugye a olajtól, a gázon át, a mindenféle érceken át, ha mégis nem tud egy olyan pozitív környezetet teremteni az ott élőknek, hogy jó legyennek, addig az egy elnyomó, az egy rezsim, hogy mondjam. Mert oké, hogy Magyarországon nekünk nem olyan, nincsenek ilyen javaink, tehát hogy ott azért rá lehet fogni, hogy azért nem jó, nem olyan jó, de az oroszoknak minden esetőségük megvolt, ráadásul tényleg egy ember irányít, már nem is tudom hány éve van a Putyin, tehát hogy tényleg akkor, ha nagyon akarta volna, hogy jó legyen az oroszoknak, akkor már megtehette volna, tehát inkább csak ezért... Hát Putyin nagyon régóta van, hát ő Jelcint követte, gyakorlatilag majd több mint 30 éve uralkodik. Na, ezt mondom. És még a mai napig azt hallott, hogy mail-in wifi-okat lehet Angliába, itt is van. Nekünk van olyan kollégánk, nem hülyéskedek, akinek orosz felesége van, és akkor mondja, hogy úgy egy ilyen, nem a Tinderen, de valami hasonlóan, annak idején úgy ismerkedtek meg. Úgy vette? Hát igen, gyakorlatilag. Tehát ez amilyen szomorú. Nyilván így felszabadította, mert ugye intézte neki a papírokat, és azóta is. Néha már a láncot is leveszi róla. Így van. Ahogy 2007-ben Orbán Viktor miniszterelnökünk első ezen a néven mondta,
hogy lehet, hogy az olaj keletről jön, de a szabadság nyugatról érkezik. Uh-huh. Hát ezt azóta már kicsit máshogy gondolja szerintem. Gyurika is szabadságra ment, úgy látom. Igen. Az képest, hogy pihent, egész kipihentetlennek tűnik. Találtam egy új szót, kipihentetlen. Jó. Kipihentetlen. Ez de ugyanez Kína is, ha belegondoltok. Hát nekik Kínából viszont nem tudsz azért Wi-Fi-t importálni magadnak. Igen, jó, csak én azt mondom, hogy de onnan is rengetegen szöknek el, meg jönnek el. De meg. Tudsz, hát a kelet... Az egyik kollégám most jött vissza Kínából. Nem, Tajvanból, bocsánat. Hát. Na ez egy érdekes, amit most mondtál. Igen. Mert kínaiak szerint az Kína, mindenki más szerint nem. Így van. Igen. Ez egy nyugat Kína, vagy Tájvan. Ja, az durva volt, amikor WHO-s faszit a tájvani riporternél meg akarta kérdezni Tájvan meg Kína kapcsolatáról, és azt láttátok a videót? Nem. És a WHO-nak, ez nem az igazgatója volt, hanem az egyik, annak egy helyettese, de mindegy, valami óriási csóka, és először eljátszotta, hogy nem hallja a kérdést, aztán a következőre meg azt, hogy jó, van, most már meg Skype-on beszéltek, ez a Covid alatt volt, és akkor utána mondta, hogy jó, most már megjavult a kapcsolat, de akkor csináljuk a következő kérdéstől. És utána a csaj mondta, hogy még egyszer feltette ugyanezt, és aztán ezért megszakadt a kapcsolat, nem válaszoltak rá. De hát ugye a WHO-nak is a Kína az egyik legnagyobb támogatója nyilván. Nem merték azt mondani. Hát állítólag a Google Maps olyan, hogy attól függ, hogy honnan nézed, hogy mit ír ki. Hogy ha Kínából nézed, ő Kína, Tájvan. Ha Tájvanból, vagy nyugatról, akkor Tájvan az különálló. Így van, és úgy van, hogy tehát a határok máshol vannak, tehát ahonnan attól függ, milyen IP-ről nézed, a határok, hogyha kétséges valami, akkor az egyik IP-ről így látod, hogy ez tartozik, a másik IP-ről úgy, hogy a másik. Igen, a békesség kedvéért. Adás után letesztelem a VPN-en. Yes, eszméletlen. Hát nyilván, ez nem olyan egyszerű, nem minden fekete-fehér. Hát nem. Most az a Martin Scholz, hogy hívják a kancellárt németeknél. Igen. Ő is most azt mondta, hogy amennyire szeretnék megszakítani az olaj meg a gázt Oroszországból, mert ugye az ő terveik szerint 5 és 7 év kell, míg meg tudják oldani nélküle. Tehát most mondta, hogy nem fogják. Jön a vezetőkkel a gáz. Csak azt mondanám, hogy a németek a Európa legnagyobb megalkuvói. Jó, de azért csak most azt mondták, hogy a teljes GDP 2% hadászatra fogják több fordítani. Több mint 2%-ot. Mostantól kezdve 2%-be rakták az alaptörvénybe, hogy a GDP 2%-át fegyverfejlesztésekre meg hadászatra fogják költeni, és ezen mindenki úgy meglepődött, még a németek is, de azt mondják, hogy kell, mert különben védtelen lesz a Németország. Második világháború után lett egy korlátozásuk, hogy mennyit költhetnek fegyverkezésre. Volt nekik, de az már... Ha ez már nincs, gondolom, ja. Arra én sem emlékeztem, de már... Nem, akkor kérdéseket mondani, de a trianoni békediktátum is megszűnt. Ja, az nem. Jó. Nekünk jött egy trianon, nekik meg az, hogy nem egyesíthetik a két Németországot, meg azt hiszem fegyverkezésre minimális, tehát nem költhetnek valamennyinél többet. Nem emlékszem, nagyon rossz voltam töriből, de erre emlékszem. És a BMW nem gyárthat repülőt. Így van. Ja. Na mindegy. Menjünk valami óra. Menjünk inkább Ukrajna után Uncharted-ra. Elmentem megnézni az Uncharted filmet. Ti láttátok? Volt? Voltatok? Nem. Én nagyon élveztem. Vannak benne olyan dolgok, amit úgy gondolok, hogy nem jó. Tehát az, hogy PG-13 lett, és volt benne egy rész, amikor valakinek elvágják fültől fülig a torkát, és aztán ott hagyják a földön, de láthatóan tényleg abba bele is hal pillanatok alatt, és nem jön ki belőle vér. Csak hogy tudod, egy kicsit így ilyen meg van pirosítva a nyaka. Minden mennek ott körülötte vagy háromszor, és nem egy óriási vértócsába fetreng a csávó, hanem csak így ezért van. Tehát ez a családbarát, nem tudom mi, ez nem tetszett benne, hogy miért nem oldották meg úgy, hogy... Vagy inkább a vér hiánya, mert a vérszomjadat így nem tudtad kielégíteni. Lehet. Uh-huh. Na mindegy, tehát ez volt így, amire így felkaptam a fejemet, illetve Mark Wahlberg próbálkozik sidekick karakter lenni, de mindig előre tolakszik. Tehát tulajdonképpen ő neki egy ilyen másodhegedűs szerepet kellett volna, hogy játszon, de mindenáron előtérbe helyezi magát, tehát szerintem nem jól csinálja ezt a
túl nagy arca van hozzá, vagy nem tudom mi az. Illetve az, ami nem tetszett benne, az volt, hogy egy csomó ideig mutatták, hogy a Tom Holland hogy kipattintotta magát. Abba volt, hölgyeknek szólt, amikor itt csinált hasizomgyakorlatokat, meg felhúzóckodásokat, meg mindent, hogy ő most megmutassa, hogy kigyúrta magát, ami szerintem a fejének nem tett jót. Tehát így látszik a fején is, hogy elkezdi kigyúrni magát, nő a feje is. De amúgy a film maga jó, tehát Tom Holland még mindig jól szerepel benne, a cselekmény fordulatos. Én nagyon féltem, amikor tudod, a repülőgépből kieső ládákon ugrálnak jobbra-balra, hogy az nagyon rossz lesz. Ilyen videójátékos dolog, hogy az nagyon béna lesz, meg el lesz cseszve, és talán az egyik a legjobb jelenet volt a filmben. Tehát ez nagyon bejött, ugye ez benne van a trélerekben is, hogy van ez a jelenet, amikor a repülőgépből kieső ládákon ugrálgat. Teljesen jól ment. Gyönyörű látványvilág. Egy rossz szavam nem lehet se a történetre. Jó, nem azt mondom, hogy a világ legjobb sztoria, de egy izgalmas, fordulatos, jó kis lebilincselő film volt, úgyhogy nagyon ajánlom megnézni, hogyha ti még tudjátok, akkor mindenképpen nézzétek meg. Úgyhogy egy nagyon szuper kis filmecske volt. Hát majd a kölcsönzőből. Uh-huh. Azt nézem, hogy a kölcsönzőben még nincs benn. Nincs, hát most megy a moziba. Ez még messze van. Lehet, hogy Netflixen hamarabb lesz, mint kölcsönzőben. Ezzel szemben a Pókember nincs hazaút, vagyis No Way Home, az már benne van a kölcsönzőben. Elkerült a top listára viszont. Angolul, magyarul, mindenül, és azt is megnéztem, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon fenn van ez is a listán, hogy nagyon az élre került, hogy nagyon jó értékelést kapott tőlem is. Nagyon élveztem a dolgot, nagyon jó volt. Ti ezt láttátok, nem? Én megnéztem moziban. Én még nem láttam. Én is majd kikölcsönzöm most, hogyha nem is tudtam, hogy fenn van már. Mert fenn van minden. Megéri. Ja, azt meg akartam nézni. Jó. Már régóta. Csak én moziban nem megyek, mert nyilván én Covidot nem akarok elkapni. Uh-huh. Aha. Az összes mozit le kéne égetni. Olyan égő vagy. Szerintem is. De tényleg nagyon szuper. Minek mozi, érted? Ott tűz benne, büdösben, rákcsálnak a füledben, dobálnak. De régen olyan volt, én még emlékszek, Szegeden voltak ilyen old school mozik, ahol esküszöm, hogy hozzá voltam szokva az izzadság szaghoz. De manapság bemész, például itt ezek a mozikban már jó légkondi van, hogy abszolút nem veszed észre. Tehát, hogyha nincsenek idióták mögötted, meg igen, csak amikor beleülsz a rágógumiba, akkor rájössz, hogy hát nem, jó, nem ezért vetted a jegyet. Az gáz, de mondjuk én hashtag velem még nem történt olyan, de... Meg a szomszéd sorban a kisgyerek folyamatosan bőg. Na hát azért... Meg a későn érkezők, azok általában pont azon a széken ülnek, ami melletted van, és nyilván vagy el kell menni előtt vonaglani. Hát jó, hát szegény ember home cinemája. Hát szegény ember, vegyen egy VR headsetet, dobja fel, vegye meg 3D-ben a filmet, és nézze meg. Ennyi. Ugyanaz az élmény. Akinek erre nincs pénze, sőt, az még meg... kényelmesebb is. Az meg... Akinek nem telik kenyérre, az egyen kalácsot. Ennyi. Mindenki annyit ér, amennyi pénze van. Ezt már tudjuk lézerjeni óta. Az másik. Laca nagyon jó vezető lenne. Ez tudom, az egyik hajós. Korbáccsal vezetnék. A másikat meg egy magyar politikus. Bedobtam a Discord csatornánkra a képet, hogy kell nézni a moziba a filmet, és akkor nincsen baj. Ez nagyon picike mozi. Azt hittem a napi poénba raktad be. Nem, filmezünk be. Ez melyik moziból van? Hát a Tullamore-ba. Vagy ez? AMC színű. Ja, csináltál egy képet a Tullamore-i moziból? Aha. Az jó. Kényelmesnek tűnnek a székek. Két székes ülések vannak. Aztán bemegy a hat fős Hát csak ha vagy hátraülnek, vagy sehova. Ahogy lefoglaltam az ülést, rögtön körülöttem lefoglalta 4 vagy 5 ülést, hogy social distancing. Látszik, azt a poharat oda tettem, hogy ott fogok ülni. Onnan néztem. Hát jó, végig. Persze meg lehet oldani ezt végül is moziba, ezt a social distancing dolgot, de hát ez tudjuk, hogy ez semmit nem érted. Hogyha rákcsálja a popcorn, és eltüsszenti magát, meg elköhögi magát, az körülbelül 10 méter messzire megy. Tehát te lehetsz bármilyen social distancingben 3 méterre. Csak kíváncsiakból, hogy az oroszoknál volt például Pfizer vakcina? Nem. Akkor ő hogy nem vannak volt meg? Hát ugyanúgy, ahogy a kínaiak is. Náluk se volt Pfizer. És akkor, hogy ezt titkolják a halottakat?
Nem, hát Sputnik van. Most a izéknél nagyon megy a... Hát a Sputnik megvédett a vírustól. Persze. De az izé is. A kínaiaknál most nagyot megy, most ők nyerték meg a Covidot. Igen, igen, de tudjátok, hogy miért. Hát a kínaiak azok a vírushelyzet kezdetén hatalmas lezárásokat csináltak. Meg most is gyakorlatilag, csinálják. Meg most is csinálják. Gyakorlatilag azzal úszták meg az egész vírust, hogy lezártak mindent. Lezártak mindent. Ha? De úgy képzeld el, hogy aki eltüsszentette magát, az már ment karanténba. Most 21 nap karantén most kap is, az, aki... A izi alatt a kaját úgy kapta az ajtó alatt. De senki sebe, sehova, semmi. Egy pizzát meg egy lepényhalat kaptak, mert azt tudták berakni az ajtó alatt. Mindenkinek izé volt, tesztelés volt, minden, nagyon-nagyon durván, és ez gyakorlatilag azt eredményezte, hogy nyilván a kínai vakcina szinte semmit nem ért. Nem, mert azt összetekerik. Akkor a pancake. Az meg amerikai. Az meg az vastag. Na mindegy, szóval ők azért úszták meg ezt, de most meg valami nagyon okos behurcolta azért, meg az Omikront ezzel nem lehet megállítani, ugye annak hosszú lappangás, sokkal fertőzőbb, stb. És most szívnak, mert az immunrendszer, kínai immunrendszer nem épült fel, nem termelt ki annyi ellenanyagot, hogy bármit is védjen. Vannak nagyon jó grafikonok erről, hogy náluk a halálozás ilyen napi 300-ra felugrott. Jó, mondjuk egy milliárdos nagyságú országban ez annyira nem gáz, de azért jelentős. Na. Jó, szóval, de már az utolsó igen. Covid vitánk elmúlt, úgyhogy szerintem ezt hagyjuk ezt a témát. Lesz még itt Covid. Apa, még úgy hívják, hogy Kovis. Ha valaki Kovis, akkor Kovis, akkor átrögtem. Ezért fiam, Kovis vagyok már megint. Mondom, miről beszélsz, mi vagy te? Akkor mondja, hogy Kovis. Kemény. De a felnőtt filmes verzió, tudjuk. Tényleg a Kovis. Akkor ezzel nem is asszociáltam még, de tényleg. Nem vagy elég boomer, az a baj. Nem. Hát igen. Viszont aki meghal, az feltöltheti magát az Amazon sorozatában, az Upload című sorozatban. Upload, remek. Csak ugye már halál előtt kell feltölteni magadat. Nem tudom, láttátok ezt a sorozatot? Az Uploadot? Nem, megnéztem. Mind a két évadot? Megnéztem az utolsó, a második évadját is végignéztem. De ez olyan, mint az Altered Carbonba, hogy ott is, hogy feltöltötték magukat, vagy ez más? Olyasmi hát, egyébként, csak, olyasmi, csak ez egy viccesebb. Kicsit, csak ez egy ilyen kicsit fekete humoros az egész. Túl van tolva a fun faktor. Így van, tehát itt a humor faktor nagyon erősen fel van csavarva. A második évad egy kicsit darkosabbra sikerült, mint az első évad, de aki megnézte az első évadot, az szerintem élvezni fogja a másodikat is, aki élvezte. Tehát ugyanaz az a poénkodás, kicsit érzelmeskedés, de nem olyan vészesen erőltetve, és van egy csomó technoblabla, tehát egy kicsit sci-fi, egy kicsit próbálnak komolykodni, de azért még mindig nagyon jó ez a ugye, azért a technoblablán néha fogtam a fejemet rendesen. Jó, hát na, de hát nem ez a lényeg, hanem azok az ilyenek, hogy ugye az első évadban van ilyen, amikor ugye meghagyják azt, hogy kajálhass a mennyországba, a digitális mennyországba, de ha lekésed a kaját, akkor ugye eltűnik az összes kaja. És akkor oda megy az egyik csávó, és elkezdi a hűtőajtót oda csapkodni, kinyitja, becsukja, és egyszer csak kiesik belőle egy zsemle. És akkor, ó, ez jó kis glitch, mutasd, hogy kell, és akkor hát így glitchek vannak a mennyországban, meg ugye adatmennyiség is számít, és akkor hát egyszerre, amikor nagyon sokan vannak kint, akkor szaggat, meg tehát ilyen vannak ilyen részek, ami nagyon mókás, hát meg vannak olyan részek benne, ami nem olyan meg mókás. Vannak benne rendesen ilyen feketi piac, és ilyen illegális kódokat tudsz szerezni magadnak, amivel mit tudom én, tudsz ilyen feature-öket magadnak. In-app purchase van a kávéra, meg az ilyenekre, és akkor tudod így a hűtőbe így, a minibárba így swipe-ol, így nyomja a következő oldal, ó, ki akarok venni egy kávét, hú, de erre nincs elég kreditet, tudod, és akkor ilyenek. És a hozzátartozóknak kell feltölteni a kredittel ezért az accountodat, hogy tudjál vásárolni. Uh-huh. És hogyha nincsenek hozzátartozóid, mert hát akkor van egy olyan részleg, a két gigás részleg. Két gigások, annak havonta két gigája van, és akkor az a baj, hogyha gondolkozol, akkor az fogyasztja az adatkeretet. Tehát, hogyha a csávú kapott egy hírt, és egyből elhasználta két gigát, hogy mi?
És ennyi volt a havi adott kerete. Úgy ért véget az első évad, hogy csávó két gigás ott ül az ágyon, és kapott egy micsa! És így megfagyott. És akkor szóval a hónap végéig átmegy szürkébe, és a következő hónap elején kezdődik előre. Kemény. Ránézek, mert tetszik. Nagyon a második évad egy kicsit jobban ráfeküdt a sztorira egyébként, hogy ugye a főszereplőt miért töltötték fel. Szóval nem spoilerezem el, de jobban ráfeküdt erre a dologra. Szóval az első részben ennél jelenetnél. Nagyon érdemes megnézni, mert egész a végéig nem derül ki, hogy a kertész a gyilkos. De még a legvégén se derül ki, hogy ki volt a gyilkos. Fú, de a barátnőjét azt nagyon utálom. Te miért olyan jó, kedves aranyos lány? Fú, az gusztustalan az a nő. Képzeljétek el, tegnap este, mondom, hát a múltkor már beszélgettünk a Reacherről, mondom, én belenézek. Amazonos sorozat, a Reacher, ez a Lee Child-nak az Elvarázsolt Dollárok című könyvéből írt ilyen amazonos sorozat. A Lee Child-nak van sok könyve, ebből egy párat olvastam én is, és ugye ez a Jack Reacher, ez elvileg ugyanaz, mint amit Tom Cruise játszotta, volt két Jack Reacher film. Hát én azt azon úgy röhögtem, hogy nagyon, mert ugye Tom Cruise hát játsza azt a Jack Reachert, ami a könyvben úgy van leírva, hogy egy hegyomlás. Tehát egy ilyen iszonyat mindenki meglátja, és akkor tudod, ahogy ránéznek, már rettegnek tőle, meg tényleg csak egy ilyen nagyon kigyúrt, nagyon észre. Elkezdem nézni a sorozatot, és konkrétan a csávó, aki szerepel benne, egy kicseszett Terminátor. Tehát a többi mindenkire lefelé néz, úgy ki van gyúrva, mint az állat, tehát tényleg elhiszed, hogy ez az tényleg az ember. Terminátor, ja. Hogy ez az az ember, és iszonyat. És ugye elkezdtem nézni, hát olvastam a könyvet, tehát valamennyire ugye képbe vagyok belőle, és nézem, és kerhet ennek tényleg az a sztoria, mint a könyv. Tehát, hogy jól van megcsinálva. Tehát nem úgy, mint a Wheel of Time-ba, hogy nézed, és akkor minden második jelenetnél fogod a fejedet, hogy úristen, már megint mit csinálnak benne, hanem az, hogy na, annyit csináltak, hogy egy kicsit frissítettek benne, nem az a 1990 valahanyas környezetben van, hanem teljesen mostani környezetben van megcsinálva. Ja, nem pager-e az infót, hanem telefonon. Hanem rendes okostelefonok vannak benne, meg tök jó a settingje, meglepően jók a színészek benne, ez a csávó is, na mondom, jó, hát a kinézete az egy dolog, hogy el tudja játszani, meg hát Jack Reacher nem kifejezetten egy színész istenséget kíván, hogy valaki eljátsza ezt a figurát, de meglepően jól hozza a csávó, ezt a színészi dolgot is tudja csinálni. A többi szereplő is nagyon, nagyon közeli a könyvhöz, mondom, nagyon jó sorozat, egészen jó, de a végén jó volt. A könyv és a film között azt azért ne felejtsd el, hogy amikor te olvasol egy könyvet, te lehet, hogy valamit másképp leszel, mint ha valaki más olvasol. De tehát a könyvolvasás az teljesen a te fantáziádra van bízva, hogy abban, hogy kizeled. Igen. A filmet, aki csinálta, hasonló volt az ízlés. Hál' Istennek jött az egyik hallgatónk, Eperilles nevezetű hallgatónk, ugye hozzászólt az előző adásunkhoz, hogy ugye mondta, hogy nézzük meg a Rahel vagy Rachel Zegler hölgyet, és ajánlott nekünk filmet, hogy nézzük meg. Még erre nem jutott időnk, de meg fogom nézni, hogy jobb rálátásom legyen. De a mostani hófehérkébe, ugye hófehérke hogy fog kinézni? Ugye akinek bőre fehér, mint a hó, haja fekete, mint az éjben, ajka piros, mint a vér, ehhez képest egy latinó színésznőt választottak hófehérkének. Tehát, na, de a haja fekete lesz. Hát haja fekete lesz, de bőre nem lesz fehér, mint a hó. Ellenben a Jack Reacherben, akire nem tértek ki, hogy bőrszíne vagy mi a szexuális irányultsága, az lehet, hogy szerepelt benne, ahogy PC-b legyen, viszont nem változtatták Jack Reachert egy, tudom én, fekete nővé, nem csináltak semmi olyat, ami ellentétes lett volna a könyvnek a tartalmával, és tök jól sikerült adaptálni azokat a részeket. Lehet, hogy én nem így képzeltem el bizonyos dolgokat benne, de amúgy az egész sztori nagyon koherens, nagyon egybe tartott, nagyon jó fordulatos, cselekményes. Tehát én megint azt mondom, hogy nekem sorozatban ez volt a év meglepetése, és nagyon ajánlom. Tehát tényleg nagyon ajánlom megnézésre. Ugye mindannyiótoknak van Amazon Prime. Ez Prime-on van? Prime-on van. Elérhető, magyarul is elérhető. Nagyon tudom ajánlani nektek. Nem rossz sorozat. Reacher. 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 Nem rossz sorozat. Én is belenéztem, és ott ragadtam.
és elkezdtem nézni. Mondom, egy nap alatt ledaráltam, tehát elkezdtem nézni, tegnap este, ma reggel fejeztem be. Az király, van időt. 4 napos hétvége van Írországban, úgyhogy, ja. Úgyhogy mi nekünk most... Ja, azért voltatok ti tegnap online, csodálkoztam, és pénteken nézd, van délelőtt Laca csak. Szent Patrik nap volt. Laca ő csapatja pénteken délelőtt, akkor is, amikor dolgozik. Ja. De igen, szoktam. Tehát ez neki nem jelent semmit. Igen, szoktam. Én meg csak azért nem csináltam, mert újra raktam a gépemet, a cégest. Úgyhogy most... De tegnap délután én dolgoztam keményen, úgyhogy... Persze. Tényleg? Aha. Tényleg? Megmutassam a gitlogot? Ott van minden fel. Ja, hát én is úgy szoktam. Az e-mailem nekem is úgy szokott elküldődni, amikor itthon vagyok, hogy mindenki lássa, hogy én igen küldök e-mailt, de... Nem, ez tényleg most be kellett fejezzük egy projektet. Lesz titkárném a munkahelyen. Na, hát hosszú akkor combus. Tudod, valami hosszú combú szőkét válasz, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Hát, rövid combú fekete. Jó az. Ízlések és pafonok. Jó, hát kinek ilyen érdemei szerint. Nem, román. Magába erdély. De várj, mert kette van, mert van egy titkár is. Ja? Hát akkor... Nem baj, ne félj az újtól. Woody Allen is megmondta, a szex egy férfi és egy nő között csodálatos élmény lehet, csak megfelelő férfi és nő közé kell kerülni az embernek. Igen. Úgyhogy ez van. Hát... Napi szinten én 200 e-mailt kapok, és mondtam, ennyit nem bírok. Nincs annyi időm, hogy még ezért 200 e-mailt. És Gyuri, és választhatsz, vagy azt kapod, akit kiutalnak? Nem tudom, mert még betanítják őket. Ja, még most... Hát figyelj, még a golyó a szájukban van. Kanapé van még... nálatok? Mondjad? Ilyen bőrkanapé és betanítás van? Jó. Vagy ez nem olyan cég? Tudod, ez lehet, hogy ezt is tiki kéne vágni, mielőtt Gabi ezt meghallja. Miért szokta hallgatni? Ezt benne adjuk. Azt tuti. Azt tuti. Szokta hallgatni? Hogy? Szokott nem minket tudom, hallgatni? Nem tudom. Nem szokott? Nyugodtan benne lehet. Szerintem... Ha csak mamád nem mondja el neki, akkor... De most azért rendesen szexisták voltunk. Hát miért? Igen, ez nem volt PC. Ja. Miért? Hát most mit? Ő is bevallotta, hogy van egy titkára, meg egy titkárnője lesz. Ennyi. Tehát most segítik teljesen... a munkáját, segítik az e-mailek kezelését, papírmunka. És tudod, ez a rossz az, aki rosszra gondol? Így van. Igen. Ez a... Aha. Hú, de rossz vagyok. Hogy tudod, van ez a casting is a Pornhubon. Egy barátomnak kérdezem most, hogy ez is olyan mi. Na jó van. Szép. Viszont ugye elkezdtem nézni az HBO Max-en ezt a Station Eleven című filmsorozatot. Ez arról szól. Mielőtt elindulsz, csak meg akarok szakítani, az HBO Max-el kapcsolatban van egy kérdésem. Na. Melyik országból nézed az HBO Max-et, mert nekem Magyarországról, Amerikából, Angliából VPN nincs. Nélkül. VPN nélkül Írországból nézed. Igen. A HBO Max-ot. HBO Max nincsen Írországban. Hát, de az az account, amit megosztottunk egymás közt, azt, hogyha VPN nélkül indítod, akkor nyugodtan tudod nézni. Mert Magyarország... Enged be. Hát, de beenged, hogy csak VPN azt nélkül. Azt írta ki, hogy Max Viewer, meg valami... történt, és ezért nem enged be. Ez nagy lesz, a lengyel VPN-nel sikerült. De nem VPN-ezzél. Került ki, kapcsolatja. De nem enged be. De nem enged be. Beenged. Próbáld ki. Alapból én mindent VPN nélkül nézek, csak ha valami van, akkor kapcsolatban. Nem, VPN. Nyugodtan. Hát a Max Viewer, nem tudom, mikor próbáltad nézni. Tegnap? Tegnap sikerült a lengyel VPN-en keresztül bejelentkeznem. Hát én nem tudom, én gond nélkül bejelentkezek akármikor, mondjuk ilyen webes böngészővel. Én is. Tehát én webről nézem, semmi problémám nincs. Elvileg nem kéne, hogy kizárjon, mert csak ketten használjuk. Azt mégsem enged. És két felhasználó lehet. Az HBO Max szörnyű szar. Nem, szerintem sokkal jobb, mint az HBO Go volt. És sokkal nem, több minden az van az HBO Go-t sem nagyon nézegettem, az igazság. Mm-hmm. Megbeszéltük, jó. Van rajta egy Station Eleven című film sorozat, amit elkezdtem nézni, arról szól, hogy jön egy ilyen influenza-szerű megbetegedés, amiben mindenki is belehal, kivéve egy maroknyi emberiség, és visszakerül az emberiség a hát vagy pár száz évvel ezelőtti méretre, meg technológiai színvonalra, tehát ilyen 20 évvel az influenza vírus, vagy nem tudom mi az a nagy kihalást okozó vírus
után járunk, és hát még teherautót vontatnak lóval, meg ilyenek vannak, tehát eléggé fura. Elkezdtem nézni, mert ilyen disztopikus, posztapokaliptikus világ, hogy majd biztos jó lesz. Ugye a harmadik résznél járok, és szerintem abba fogom hagyni, mert már unalmas. Tehát igazából nem, ezt én önnek nem ajánlom. Akkor köszönjük a szolgálatodat, el se fogom kezdeni. Tehát ez a, előre szóltunk, hogy nem jó. Megnéztem helyetted, hogy neked már ne kelljen. Így van, hogy nektek már ne kelljen erre is időt pazarolni. Én ennyi voltam. Ti láttatok valamit? Erőtött eszembe, hogy akkor most a Division-ről lesz film, vagy nem? A múltkor hallottam. Igen? Lesz Division film. Nagyon remélem, hogy nem cseszik el. Uh-huh. Hát tényleg van valami róla. Sőt, valami 2022-re, tehát ez évre datálják, hogy jön. Legalábbis az IMDb szerint ez évben lesz. Mert az ilyen, végül is adnak volt ilyen a sztori, amit most mondott Isti. Tehát ott is egy ilyen vírus, és akkor kihalnak rengetegen, csak 10% marad, vagy körülbelül. Ja, a bioterroristák elengedtek egy módosított valami vírus. Rémlik. Szia, Gabi! Mikor hagytátok abba? Nem most csináljuk. Még nem hagytuk abba. Kész egy csavar húzót. Mi az? Mit nevette? Nem csak semmit. Az, hogy hát bejön a feleség általában, amit nem is tudom, hogy mi, de... Hát igen, süssétek meg, mert neki van egyedül, aki pattog állandóan. Várjatok egy kicsit. Nem, nem az, hogy... Ilyen, szürreális volt az, adjál egy csavarhúzót. De Gyurikán a hídnyugatrás póló van. Én is észrevettem, akartam is mondani. Úgy szeretem, hogy... Hú, merchandise-ban van, Gyuri. Aha. Micsoda? Hogy merchandise-ban vagy. Ja, persze. Most tűnik fel csak. Gyurit megvették kilóra. Aha, meg... Ő fizetett podcaster, látod. Bejött tényleg, akkor hagyd mondjam, mert hagyd promózzak én is egy kicsit. Tehát amelyik hallgatónk szeretne hídnyugatrás levonót, vagyis hogy hídnyugatrás matricát rendelni, vagy kapni magának, írja meg a címét, vagy e-mailbe, vagy Discordra, akkor én adom, feladom neki postán. Aztán csak fehér színben? Vagy választhatnak? Átlátszó. A feketét. Tudod, azt, amiben a póló matrica van. Egy olyan átlátszóra van kinyomtatva feketével a hídnyugatra logó. Ja, ezt akkor kérdeztem. Fehér pólóra lerállt. Nem pólóra, ilyen bárhova felragasztható. Tehát ilyen ja, értem. Van egy ilyen vektoros mintánk, és akkor, de várjál már, akkor matricát adsz fel, vagy csak a... Matricát. Tehát a kinyomtatott matricát. Kinyomtatott 4 darab matricát minden egyes igénylőnek. Nem vasalható, hanem levonó matricás. Nyagaszt. Vinyetta, vagy akármi. Fekete tehát, színű. Átlátszó alapon. Átlátszón egy fekete színű matrica. Én nekem olyan van a laptopomon. Nagyon király. És lehet rendelni fehérben is esetleg? Miért? Hát azért tisztázzuk, szeretném. Hogy a merchandise-t az hogy nem, érted? Nem. Ha azt mondja valakinek, hogy valaki, hogy kell, akkor küldök ilyet. Nem választék feketét. Van. Nem kéne csinálni fehérben is. Még vasalhatót is kéne csinálni. Úgy néz ki, az asszonyból kifogyott az alkohol. Hát hazajöttem, még olyan jó kedve volt most ezért. Igen. Vagy hát sok. Úgy kell hazajönni, hogy egy üveg Baileyst magaddal hozol. Ne, azt vett. Le volt árazva, azt vett. Akkor töltsön utána. A szintet meg kell tartani. Betűtűzött egy kicsikét. Az jó. Ezért nem akarok én gyerekeket kész. Tudod, benne van az izében az... Napi poénba is sikerült berakni a képet, tudod? Ja, akkor tudat alatt az jött elő. Orvos, van gyereke? Én, igen, 3 is. És szokott ön inni? Mondom, 3 is. Ismeritek, nem, hogy... Sziasztok, Pandora vagyok, és ez az első unboxing videóm. Ő nekem ez kimaradt, mi ez? Hát a Pandora's Box, az megvan? Pandora's Box. Pandorának okay. volt egy doboza, amiben benne volt az összes betegség, ami, meg nyomor, meg háború, meg minden, és mondták neki, hogy ne nyissa ki, de aztán ő mégis nő volt, és kinyitotta. Úgy de szexista állat voltam. Aha. Hát ez ugyanaz, mint az alma analógia a kereszténységnél. A nők mindig ilyenek voltak, érted? Vagy nem. De miért hagyjuk ezt? Fel kéne lázadnunk. Uh-huh. Hát az a baj, hogy náluk van a világ. Összes pénzének a fele. Pénze. Ők birtokolják sajnos. Igen, náluk van egy nagyon-nagyon
Fontos erőforrás. Amíg nem tudjuk megoldani, hogy a szexbobák tudjanak szülni, addig sajnos szükségünk van rájuk. Jaj, de szégyeld magad. Megint el kell, hogy határolódjak Lacától. Gyuri, te is határolódjál el, mert ha nejed meghallgatja, akkor... Jó. Már határolódik, nem hallottad? Ja, határolódik. Gyuri is határolódik, jól van. Jó van, szerintem hagyjuk abban, mert ezzel nem jövünk, nem jutunk előrébb. Na képzeld el, István, vettem ilyen cast iron grill lapot. Ez ilyen négyzet alakú vaslapot? Sütő, vaslapot, igen. Az egyik oldala sima, öntött vas, igen. A másik oldala meg ez a bordázott cucc. Tudod, hogy nem szabad mosni. Nem szabad mosni. De szabad mosni, tudom. Mert... Szabad mosni, csak olaj. Büdös a ruhád. Büdös lesz a ruhád. De akkor újra kell szezonalni. Szóval most szezonalom először, aki nem tudná mi ez, az azt jelenti, hogy jól összeégetem beolajozva a sütőbe egy órán keresztül 200 fokon, mint állat. Jó, csak büdös 200-on. Is lett egyébként. Kicsit féltem, hogy beindul a füstérzékelő, de nem indult be, hál' Istennek. Nem, még egy seasoninget még rá fogok nyomni este, még egyszer megégetem. 200 fokon csinálod csak? 200 fokon csinálom, igen. Annyin kell, most miért? Van, aki 190 fokot mondja. Nem Fahrenheit Celsius. Attól függ, hogy milyen olajjal csinálod. Ja, hétfőn jön csak nekem valami normális olaj, addig most csak sunflower olajjal. Mi ez? Én csak is kizárólag dupla vért van. Na már tiszta, hír vagyok. De figyelj, mi ez, amit csinálsz, Laci, mert nem vágom. Van, kiolajozod a sütőt, és kiégeted vele, vagy mi? Nem, le kell kenni ezt az öntött vas dolgot, teljesen bekenegetem szépen minden porcikáját, olajjal, én napraforgó olajat használok, az kb. 240 fokig jó, 240 fokon van a smoking pointja, úgy mondják, igen. Lési pontja. Addig elvileg bírja, és tehát bekenegettem szépen, és az előmelegített sütőbe bedobom egy órán át sütni. 200 fokon. 200 fokon, igen. És akkor aztán képzeld el, hogy ez az olaj, ami rajta van, ez olyan, mint amikor kifröccsen egy kis olaj a sütőlapra, vagy a tepsire, és úgy odaég, hogy egy ilyen vidja kemény bevonatot képez rajta. Mm. De ez most, mivel hogy direkt csinálja meg, ez a tapadásmentes vagy tapadásgátló bevonatot képez rajta, de olyat, hogy nem olyan, mert ugye a teflon edényed az első nap, amikor megveszed, akkor a legjobb, mert akkor a legjobb tapadásmentes edény, és azt használhatod meg minden. És hogyha sokáig nem nyúlsz bele fémkanállal, nem vakarod le róla ezt az akármit, akkor ez sokáig jó lesz. De, hogyha az olaj átkerül a serpenyő másik oldalára, akkor ilyen fekete, ilyen nagyon vidja kemény bevonatot képez rajta, amit ha elkezdesz levakarni, akkor az ott marad. Viszont, hogyha egy ilyen öntött vas serpenyőd van, amin készakarva hozol létre egy ilyen bevonatot. Én avokádóolajjal csinálom, mert annak a smoking pontja az jóval 300 fok fölött van. És 250 én állítólag. Ezért nyugodtan feltekerem 250 fokra a sütőmet, de nem, ugye az úgyse írja el a 250 fokot, és azon képez rajta ezt a tapadásmentes bevonatot, és akkor nagyon jó lesz, és akkor lehet benne nagyon jó hamburgert sütni, vagy... Azért jó ez, mert én is a hamburgerhúst akarok rajta sütni, és ehhez hozzányúlhatok nyugodtan fémspatulával, nyugodtan felvakarhatom, durván bánhatok vele, ahogy akarom, ennek nem számít semmi, ezt utána kefével, persze rá fog égni, nyilván rá fog égni, de ezt le lehet tisztítani. Ezt drótszivacsal én leszoktam takarítani. Vízzel, drótszivacsal, csak ne használj hozzá izé mosószert, ez nem tesz neki jót. Leteszed teljesen, utána ugyanígy visszaseasoningeled, és nyugodtan használod, és minél többször seasoningeled, vagyis minél többször alakítod ki rajta ezt a tapadásmentes bevonatot, annál vastagabb lesz rajta, annál jobb lesz. Tehát ez az első nap, amikor megvetted, akkor a legrosszabb, és unokáid, hogyha rendesen használod, akkor az unokáidnak lesz egy hibátlan olyan serpenyőjük, amivel... Ja, viszont ha nem bánsz vele jól, ugye ez öntött vas serpenyő, ez azt jelenti, hogy rozsdál. Mm-hmm. Hogyha nincs rajta ez a bevonat, ha nincsen rendesen kezelve, használva, karbantartva, akkor ez be fog rozsdálni szépen. És az már úgy nem frankó. Tehát ezt használni kell, ezt azzal lehet megúszni azt, hogy rozsdál, hogy használod. Ennyi. Mm-hmm. Meg időnként újra seasoningeled. De... Mm-hmm. De remek kis tudsz, úgyhogy és nagyon jó szaftos hamburgereket lehet benne készíteni, illetve gyönyörű sztékeket lehet sütni.
Szerintem, azt... mivel ez öntött vas, ezért szerintem a használt olaj, az nem csak a felületén képez ilyen bevonatot, hanem bele is szívódik a pórusaiba. Persze, a pórusaiba. És sokkal inkább ellenállóvá teszi az időnek is, a hőnek is, meg az igénybevételnek de is. De tudod, hogy emlékezz vissza, hogy úgy kell színzeringelni, hogy felrakod a lapra, felmelegíted, hogy kitáguljanak a pórusai. Mert az öntött vas az pórusos. Csináltam, igen. Tehát felrakod a felmelegíted, végig kened olajjal, berakod a sütőbe, és hagyod, hogy ráégjen. És hogyha és úgy csinálod meg, akkor nagyon sokáig fog szolgálni, és nagyon finom sztékeket, illetve marha húsból készült hamburger pogácsát lehet benne sütni. Gratulálok hozzá. Megvettem spatulát is. Még akarok egy ilyen kis kefét hozzá, amivel jól lehet így dörzsölni a dolgokat. De ez remek lesz. Ez nagyon várom már, hogy ki tudjam próbálni az első húspogácsát, frankó smashburgert akarok rajta csinálni. Végre normálisan le tudom nyomkodni a húst a platni aljára, és ki tudom lapítani, nem úgy, mint most szerencsétlenkedek egy kis serpenyőbe, egy fakanállal, ami nem. Majd ezt nézzétek meg, amit elküldtem, hogyha ilyen cast iron kajákat akartok. Ez az öreg van, hogy csak nézem a videóit, és olyan éhes leszel, hogy ez hihetetlen. Meg ő konkrétan minden ilyen cast iron-t használ meg. Jó pofa. Tehát öntött vas, ugye a cast iron az az öntött vas serpenyő. Igen, öntött vas. Nem csak serpenyőt csinálnak belőle, vannak ilyen kis bográcsok, meg mindenek. Az enyém is tud, emlékezz vissza, hogy én nekem is palacsintasütőm van, és abba csinálom a sztéket. Mondjuk én annyi, hogy azóta annyit fejlődtem, hogy a sztéket úgy csinálom, hogy előtte belerakom ebbe a szuvidáló rúddal, tehát levákumfóliázom, szuvidálom, és akkor utána csinálom belőle ezt a De nem, a nem szuvidálod végleg, tehát nem fázisig. Nem. Én úgy szeretem, hogy medium well, vagy well-re csinálom meg az egészet, és akkor úgy sütöm meg, és hát nagyon szuper lesz. Jó sok írvajjal, ahogy szokták. Illetve... Hát, ha egy valamit jól tudnak csinálni az írek, az a vaj. Olyan frankú írvajaik. Meg a marhahús. Hihetetlen. Meg a marhához értenek, igen. Hogy... Ez a kettő, ez minden. Ja, úgyhogy remek. Vegyekettek ilyen öntött vas serpenyőket, mert abban ég és föld a különbség étel és étel között. Igen, én is rég csináltam már pénteken meg csütörtökön hamburgert. Igen, pénteken én is elnyomtam egy párost. Ebédre. Igen, mert hogy a kollégámtól hoztam megint egy kis darált hús, úgyhogy be vagyok tárazva megint izével, marha húspogácsával. Kis kiszoktad porciózni még mindig? Persze, természetesen. Új módszert használok. Úgy szoktam csinálni, hogy veszek egy fél kilós darált húst, általában 10% zsírtartalommal, mert szerintem az jó a sütéshez. Négy felé szedem, kis gombóc, és egy zacskóba lenyomkodom teljesen. Tehát berakom a zacskóba, és addig nyomkodom, amikor ilyen nagy, széles, lapos húspogácsa lesz belőle, mert ha azt sütöd, az úgy is össze fogja ugrasztani magát, és nem lesz olyan kicsi és többet, hogyha sütöd. Persze, hogyha rendes sütőlapod van, amin le tudod nyomkodni a burgert, hogy ne ugorjon össze úgy a húspogácsa, akkor az tök jó. De ezzel így el lehet kerülni azt, hogy ilyen kicsi többet húsíd legyen. És a fél kilóból, ha négy felé veszed, az kb. 120 gramm, tehát én azt ajánlom, az hogy 120 gramm, igen. Most negyed fontos húspogácsa. Nekem az van, csinálják. Negyed fontos húspogácsa készítőn van nekem is, úgyhogy én azt úgy szoktam. Kiporciózom, negyed font, összenyomkodom, kilapítom vele, és akkor szépen hármat belerakok úgy a... nejlonzacskóba egyet alulra, egyet felülre, kifordítom, és még a kopont középre be tudok csúsztatni egyet, így hárman, így szépen szeparálva el van rakva. Én meg most kísérletezek egy új szósszal. Az a baj, hogy Laca elrontott, mert amikor itt volt, akkor jöttünk rá erre a hamburger készítésre, illetve hát ő mutatta meg, hogy tulajdonképpen hogy kell így hamburgert csinálni. Mondjuk én forszíroztam azt, hogy legyen ez a hamburger hús formázó, meg az öntött vas serpenyű, de jó ötlet dressing, volt, nagyon. De a dressing meg a karamellizálás része az ő ötlete volt, hogy ugye a bucit meg kell karamellizálni, meg hogy mi menjen bele, meg hogy a sajtot ugye a végén rá kell melegíteni a húsira, ahogy illik.
ugye ez mind az ő sara, illetve még az az ő sara, hogy a múltkor bementem a Burger Kingbe, vettem egy Whoppert, és úgy gondoltam, hogy milyen jó lesz, és ott köpködtem, hogy basszus, ezek nem tudnak csinálni hamburgert, hát ez pocsék, hát hol van belőle a soft, az íz, a igen, textúra, igen, minden, hát ez semmi. Arról ne beszéljünk, hogy amikor meg volt a Double Big Mac a McDonald's-ba, és akkor azt hittem, hogy fénymásolták bele a papírt, mert vagy a húst, mert olyan húst, volt, mint a igen, papír, meg olyan vékony is. Nyilván. Ha jó hamburgert akarsz enni, akkor Angus húsból, és rendesen friss alapanyagokból elkészítés után egyből eszed, nem az, hogy még megbárod, még hazaviszed, összetöpped az egész. Olyan lesz a saláta, mint a gumi, hát az már nem az igazi. Szépen frissen aprított saláta, frissen aprított lila hagyma. Úgyhogy ez van. Dublinban van egy jó hamburgeres, Smash Burger, az nagyon-nagyon-nagyon szuper hamburgereket csinálnak. Tényleg ez a házi készítésű minden szinten, még a bucit is ott csinálják, úgyhogy az nagyon remek egy hely, szerintem nyáron gyakran fogok oda járni. Úgyhogy aki megékezett egy kis hamburgerre, annak azt tudjuk ajánlani, hogy csináljátok meg otthon szépen. Vagy költözzetek Írországba, és itt nagyon finom hamburgereket lehet csinálni. Így van. Ezekkel a szavakkal is megköszönjük a megtisztelő figyelmet. Itt volt velünk Gyuri. Sziasztok! Feri. Sziasztok! Laca. Sziasztok, legyetek jók! És én István. Külön köszönet Hentesnek a támogatásért. Kérlek, nézd be az epizódjegyzetekbe, mert itt mindig találsz érvényes meghívót a Discord csatornánkhoz, ahol minden nap van valami érdekesség. Valamint hozzászólhatsz az adásokhoz, megoszthatod az esetleges témaötleteket is, amiről beszélnünk kéne. Gyertek ledoszolni a honlapunkat, ami a hídnyugatra.hu címen található, ezen keresztül az összes adás elérhető MP3-ban. Itt található show notes teljes változata, vagyis az adás rövid tartalma és a linkgyűjtemény arról, ami az epizódban terítéken volt. Csatlakozzatok a máltai.hu oldalon az adományozókhoz, és írjátok meg nekünk, hogyha szükségetek van matricákra. A viszonthallásra legközelebb.